Sziasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornámon. Mint ahogy láthatjátok, egy kis ősziesített dekorációt próbáltam összehozni itt a háttérben. Próbáltam egy kis könyvkupacot, mert nagyon üresnek találtam így ezt a részét a videónak. Így pár könyvet pakoltam itt, amiket fogok olvasni, meg így ahogy színben éppen basszoltak. Meg a könyvespolcra is raktam pár dolgot, így kicsit szerintem hangulatosabb lett így az egészhez kép. A mai videóban egy nagyon izgalmas könyvet hoztam nektek, ahogy a videó címéből is látszik. Ez pedig nem más, mint Agatha Christie 10 kicsi néger című könyve. Szerintem biztosan hallottatok már erről a könyvről, vagy valamilyen úton, módon olvastatok, hallhattatok róla a különböző filmekben, sorozatokban, vagy regényekben, szóval valamilyen kisebb utalás biztosan az életetek részévé válhatott már Agatha Christie-ről, vagy akár erről a regényről. Én már több helyen hallottam róla, hogy mennyire jó, és hogy mennyire el kell olvasni ezt a könyvet, meg természetesen az összes többi könyvét Agatha Christie-nek. És már nagyon régóta terveztem, hogy én is a kezembe vessem ezt a könyvet, viszont sosem jött el az ideje egészen mostanáig. Mivel a Magyar Fakton kiadták hétvégére ezt a könyvet nekünk, hogy olvassuk el, vagyis ajánlott elolvasni, mivel jövő héten ezzel az írónővel fogunk foglalkozni, így én egyből óra után leszaladtam a sulis könyvtárba, és kikölcsönöztem tőle a 10 kicsi négert és a Gyilkosság az Orient Expressen alkotását is. És ahogy elindultam haza a busszal, egyből elkezdtem olvasni a regényt. Nem kellett túl sok idő, hogy ki is olvassam, mivel ahogy hazaértem, folytattam és meg sem álltam vele egészen másnap estig, amikor is kiolvastam a regényt. Nem túl hosszú könyvről beszélhetünk, ugyanis csak 260 oldal, ami mondjuk egy Elfújta a szél 1190 oldal után semmiségnek tűnik. Viszont nagyon-nagyon tömör a tartalma, nagyon sokféle szempontból meg lehet közelíteni a regényt, és nagyon sokat lehet rajta filozofálgatni. Ahhoz képest, hogy 1930-as évén adták ki, egyáltalán nem érződik rajta az, hogy nagyon régies lenne, teljesen olvasható volt, így nagyon vitte magával a cselekmény az olvasót. Ugyanis a fejezetek és az egész könyv szerkezete úgy van felépítve, hogy állandóan függő végekkel ér véget az adott fejezet, így az olvasó kénytelen tovább olvasni, és egyszerűen addig olvas és olvassa, még a regény végére nem ér. A történet szempontjából a regény arról szól, hogy van egy sziget, a Néger sziget, amit valaki felvásárol, egy titokzatos személy, és mennek a találgatások, hogy ez ki is lehetett, és ez nagy port kavar így az egész világban ez a sziget. És aki megvásárolta, az a személy 10 különböző embert, aki különböző vallású, nemű, foglalkozású, korú személy, azokat meghívja erre a szigetre. Látszólag ezekben az emberekben semmi közös sincsen, viszont valójában egy dolog van, ami ezt a 10 embert összeköti, ami nem más, mint az, hogy bűnösök. Ezek az emberek bűnt követtek el, olyan fajta bűn, amiért az igazságszolgáltatás nem büntette meg őket. Szóval embert öltek, gyilkoltak, vagy benne voltak a gyilkosságban valami különböző szempontokból, és nem kaptak érte semmilyen féle büntetés sem. Az az ember, aki őket meghívta, igazából igazságszolgáltatást tesz azzal, hogy sorban le akarja őket gyilkolni. A regényben 10 főszereplőről beszélhetünk, akik sorban fognak meghalni. A könyv elején még úgy tűnik, minthogyha csak amolyan balesetek, öngyilkosságok történnének, viszont már a harmadik, negyedik gyilkosságra érezhető a feszültség, a rémület, és az, hogy a gyilkos ez a 10 ember között van. Egyből elindulnak a találgatások, mint a szereplők, mint az olvasók fejében is, vagy vajon ki lehet az az ember, aki az ő életükre tört. Nagyon izgalmasan írtam meg Agatha Christie a gyilkosságok menet és sorrendjét is, ugyanis nem találomra találta ki ezeket a gyilkosságokat, hanem szépen sorrendben egy vers, amolyan gyerekes mondóka szerint gyilkoltak ki sorban a szereplőit.
ezt a mondókát szerintem felolvasom nektek, mivel nagyon olvasmányos és érdekes, és nagyon jó hangzása is. Ez a kis versike így szól. 10 kicsi néger éhes lett egyszer, sorcsarázni ment. Egyik rosszul nyelt, megfulladt, és megmaradt 9. 9 kicsi néger későn feküdt le, s rosszat álmodott, egy el is aludt, másnap, s nem maradt csak 8. 8 kicsi néger sétára ment egy szép kis szigeten. Egy ott is maradt örökre, s így lettek 7. 7 kicsi néger tűzifát aprít, gyújtóst hasogat. Egyik magát vágta ketté, s már csak 6 maradt. 6 kicsi néger játszadozik a kaptárok között. Egyet megcsíp egy kis mély, s nem marad csak 5. 5 kicsi néger tanulgatja a törvény betűjét, egyik bíró lesz a végén, s marad csak 4. 4 kicsi néger tengerre száll, és egy piros lazat. Egyet lépre csal, bekapja, s csak 3 marad. 3 kicsi néger állatkertben jár, egy nagy medve jő, egyet keblére ölel, s így marad 2. 2 kicsi néger kiül a napra, s sütkérezni kezd. Egyik pecsenyévésül, és nem marad csak 1. 1 kicsi néger magára hagyva árván témfereg. Felköti magát, és vége is, mert többen nincsenek. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez, hogy ez a vers már a történet elején megtalálható, így az olvasónak előre vetíti körülbelül az egész történetet, hogy mi is fog itt történni. Természetesen nálam is mentek a találgatások, hogy ki lehet a gyilkos, és annyit mondok ezzel kapcsolatban, hogy aki a könyv végén a gyilkos, hát én rá pont nem gondoltam, mindenkire gondoltam csak rá, nem szóval engem teljesen meglepett ez a fordulat. Természetesen, ahogy folytak a szereplők, egyre nagyobb lesz a feszültség, a rémület, a halál érzet a megmaradtak között, és egyre inkább megy ez az állatias viselkedés. Nekem nagyon tetszett a történetben, hogy teljesen el voltak zárva a civilizációtól, egymásra voltak utalva, és köztük volt igazából a gyilkos, szóval senkiben sem bízhattak, és itt nagyon szép lélektani ábrázolásokat is megfigyelhetünk. Természetesen az emberek között különböző klikkesedések alakultak ki, és ebben az volt leginkább az izgalmas, hogy a gyilkos is benne volt ebben a 10 emberben, szóval nem tudhattad kiben bízzál, mégis próbáltál szövetkezni különböző szereplőkkel, és hát szerintem ettől is lett annyira izgalmas ez a regény. Hogyha még nem olvastál Agatha Christie-t, akkor szerintem mindenképpen ezzel a könyvvel kezd, ugyanis ahogy én olvastam, ez a leghíresebb regénye, amit legtöbb nyelvre lefordítottak, és Magyarországon az összes Agatha Christie könyv közül ez a legközkedveltebb. Én nem túl sok krimit olvastam, de egyre inkább gyűlik bennem az, hogy elkezdjem ezt a műfajt, és teljesen belevessem magamat. És ez a könyv szerintem egy nagyon jó kezdőlökést adott annak, hogy én minél többet olvassak ebben a kategóriában. Nagyon tetszett az, mikor különböző gondolatokat írt le az írónő, így hallhattuk a gyilkosnak a gondolatait is, csak nem tudhattuk, hogy ki az. Szerintem ezt nagyon izgalmasan tette, és egy nagyon jó csavart adott a történetnek ez. Az izgalom teljesen a tetőpontjait érte a könyv sorai alatt állandóan, mivel sosem tudhattuk, hogy mi fog történni, így mindig nagy rettegéssel kezdtünk bele a különböző fejezetekbe.